Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi a terve veled kapcsolatban? Így hívom a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Sattő számára. Kedves Sattő, üdvözöllek téged, ez a te videód. A nagy szerelem visszatért az életedben, és a kérdés az, hogyan tovább. Mi a terve veled kapcsolatban? Ez a kép ott fent mutatja az ő jelenlegi helyzetét. Itt a botokról van szó, illetve egy királynőről, aki uralkodik a botok felett. A botok jelentik a tűz elemét. A tűz eleme mindig aktív, tehát itt mozognak majd az események, ami őt lelkesít. És megvan ez a vágy köztetek, ez a tüzes temperamentum, tehát ez utal egy testi kapcsolatra is. A képen te vagy ez a királynő. Te állsz itt a középpontban. A napraforgó is arra utal, hogy itt megvan a fény. Kitisztul valami. Mutatja a nyilvánosságot is, de ez eltarthat nyárig, mert a napraforgó az a nyári időszakra utal. A következő képen megtekintjük azt, hogy mi a terve. Ez a kártya nagyon érdekes, mert te ülsz itt ezen a képen, és itt ennél a kártyánál az érmékről van szó, ami az értékekre utal, a belső értékekre is. Ez azt jelenti, te értékes vagy számára, ez itt a terve, te állsz itt a középpontban, ugyanúgy, mint ahogy a királynő is mutatja, de ezen a kártyán látható egy ilyen növény, ami most így lassan-lassan kezd kivirágozni. Ez arra utal, hogy ő nem sieti el a dolgokat. Légy vele türelmes. Ez a kép olyan finom érzésekre utal, mint ez a növény jelenti ezt az új kezdetet, de még olyan gyengét nem szabad erősen megfogni, hanem inkább olyan gyengéden, finoman megérinteni. Ő így viselkedik veled szemben, de miért van így? Ezt mutatja a kép. Te vagy itt a középpontban. Itt vannak az érmék, tehát az értékek. Te értékes vagy számára, de ez a növény, ez az új kezdet még olyan gyengéd. És ez arra utal, hogy ő úgy gondolja, hogy ő nem érdemel meg téged. Vagy mondhatnám úgy is, te nagyon értékes vagy, és valami jobbat érdemelnél meg. Idő kérdése, amíg összhangban lesztek. Mert neki kisebbségi érzése van veled szemben. Ez a kép arra utal, hogy mi áll nála most a középpontban, és ez az erőt jelenti. Kell még a belső erő, vagy belőled merít erőt, mert így megvan a remény, hogy az életében lesz egy fordulat, és jóra fordulnak az események. Amit én még érzek ennél a képnél, ez a testi kapcsolat. Lehet, hogy fél ettől a közeledéstől,
mert kétségei vannak, és ez idő kérdése, amíg magabiztos lesz, és akkor lesz ez a közeledés. A következő kártya mutatja az ő környezetét. Azt is, hogy mi hat rá, vagy kik hatnak rá. Ezen a kártyán megjelennek az érmék. Az utalhat anyagi dolgokra, vagy a munkájára. Mintha valaki felszarvazta volna őt, kihasználta anyagilag, de mivel ő ott felül áll, túltette magát ezeken a nehézségeken. A következő kártya azt fogja mutatni, hogy milyen változások vannak, vagy lesznek nála. A hatos szám. Ennél a kártyánál a múltra utal, az emlékekre. A képen ugyanez látható. Egy felnőtt nő, aki úgy visszatekint a gyermekkorra, tehát mutatja az emlékeket. Méghozzá szép emlékeket, mert itt a kelyhekről van szó, és a kelyhek szimbolizálják a víz elemét, ahol mindig érzelmekről van szó. Te kiváltottad benne ezeket az emlékeket, és most megnézzük azt, hogy tekint rád. Mivel ennél a kártyánál az egyes számról van szó, ez jelent egy új kezdetet, azt is mutatja, hogy ő reménykedik abban, hogy te egyedül vagy. A kép mutatja ezt a nyitottságot, mint ez a nyitott könyv. Itt kivirágzik valami, nem akármi, hanem egy gyönyörű rózsa. Azon kívül mutatja a könyv a tudásodat is. Amit még ez a kép közöl veled, az a tűz eleme, a bátorságod, a lelkesedésed és a vonzalom kettőtök között. Mégpedig ez a testi vonzalom. És most megtekintjük azt, hogy van-e egy másik nő az életében, erre fog utalni a következő kártya. Ezen a képen az ördög látható. A ruhája egy olyan, mint egy mérges gomba, itt vigyázni kell, mert ez mérgező. Ez utal a múltjára, a kapcsolataira is, ő most óvatos, mert bizony a múltban megégette a kezét. Itt bizony voltak a múltjában hazugságok, hamisságok. És most megtekintjük azt, hogy viszonyul ő ehhez a mérges gombához. Ahogy a képen látható, itt sebzett a szíve, itt vannak nála fájdalmas emlékek. És most megtekintjük azt, milyen lépéseket tesz irányodba. Ezen a képen látható egy királynő. És ez a királynő uralkodik a tűz eleme felett. Így tekint rád. Te vagy számára ez a királynő. A tűz eleme utal a bátorságra. És a tűz eleme mindig aktív. Lehet, hogy ő bizonytalan veled kapcsolatban, nem mer megérinteni, és arra vágyik, hogy te légy aktív, hogy te mutasd ki először az érzelmeidet. Amit még a tűz eleme jelent kettőtök között, ez a vágy, a testi kapcsolat. A következő kép arra utal, mit kellene tenned annak érdekében,
hogy előre menjenek az események, vagy javuljon valami. Ezen a képen látható a 10-es szám, ami egy új kezdetre utal. Ebben bízhatsz. Itt a kelyhekről van szó, ami a víz elemét szimbolizálja, és az utal érzelmekre. Itt le tudtok gyökerezni, de át kell tenni magatokat a félelmeken, a bizonytalanságokon, te tudsz segíteni, mert ő fél ettől a közeledéstől, vagy fél ettől az új kezdettől, nem miattad, hanem a múltja miatt. Az látható is ennél a kirakásnál, ez a gombás, ruhás nő, ami a hamisságokra utal, ezt ő mind átélte. Itt vannak mély sebek, fájdalmak. Itt kell a gyógyító erő, és ebben tudsz neki segíteni. De van egy arany szabály. Ne túl sokat, ne túl keveset. A következő kép mutatja a jövőtöket. Ezen a képen a hold látható. Az utal az érzelmekre, a vágyakra, a reményekre és az álmokra. Te megjelensz az ő álmaiban, mert van köztetek egy lelki kapcsolat mély érzelmekkel. Amire még a hold utal, az, hogy te megkapod azt, amiről te álmodozol, vagy akiről te álmodozol. Kedves Satú, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Örülök, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót. Nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!